da su sa nama. Zahvalno zdrugujem i članovima istraživačkog tima koji slave sa nama, koji su cijele ove nedelje svako večer održali kulturno veče ovdje kod nas u biblioteci. Zahvaljujem se predstavnicima večerskih medija i pozdravljam sve naše drage goste. Stara zdanja, nove zgrade, miris lipe cveta rana, te svežine mirne reke i prekrasni park Gorana. Neka dođe da se divi, kogod ovdje bio nije, sa vrha da razgleda plodna polja Panonije. Ahol őse Jorusszák álmukat, s virult veletük ezer diák, itt akarok élni és halni, nem kell dicsével a nagy világ. Itt akarom befutni sorsomat, mint kimértek részemre a csillagot. Hiába hívnak rejtelmesen tájat. Visszaintnek lányom. Legelső írások üzenítik, amely már Becse néven említ települést, az 1091-ből származik, amikor Kapolcs vezetésével a hunok betörtek, Magyarország déli részét is pusztítva, Becsénél kerültek át a Tisza másik oldalára, nyomukba ment Szent László királyok, hogy méltóan megbüntesse őket azért, amiért Magyarországra merészkedtek. A későbbi középkori adatok a fehérvári keresztesek birtokaként mutatják ezt a helységet, majd az 1330-as években, 30-ban, 31-ben a pápai tized jegyzékekben és a bácsi püspöki lajkromokban mutatható ki Tu Beče pa povedali izvesno vreme i ljudi, na primjer, koji su znači bili rođeni u Bečeju, odlazili van Bečeja i širili ime Beče i Beče bio prepoznatljiv po njima. Evo, otprilike, to je znači bila ideja toga, mog projekta u glavi, sad se to plako primiče kraju, prva knjiga je izašla, to su znamiti Bečejci 2007. godine, da kažem znamiti Bečejci, to znači da postoji neka vremenska distanca, znači to obuhvata ljude od, šta je znam, najstarijih vremena, pa negde do Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat smo preskočili, pošto u politiku ne ulazimo, je tako. I kažem, sad je u pripremi, već je rukopis gotov, sad treba se obezbediti sredstva, ali kažem, ova ekonomska kriza utječe na to da je to malo usporije.